Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban a Pico egyik 2023-as újdonságát, az 5. korszakos MÁV Intercity festésű BKO kocsit mutatom be nektek röviden. A kocsi a már korábban kiadott BO és BMO kocsiknak gyakorlatilag csak egy átfestése, minden maradt a régi, az alvázon és a kocsi szekrényen is. Ami változott, az a kocsi festése, immáron 5. korszakos sötét-szürke tetővel rendelkezik, BKO sorozatjellel és az oldalán Intercity felirattal. A kocsi 1992-es rev dátummal van ellátva, és Nyíregyházára van állomásítva. Érdekessége ezeknek a nyíregyházi kocsiknak, hogy sötét színű szürke, illetve kalapácslak ablakkerettel jöttek ki Dunakesziről, és ezzel szolgáltak egészen a 2000-es évek elejéig, amikor a következő fővizsgájukon megkapták az akkoriban már szabványos acát szürke ablakkeretfestést. Aki esetleg korábban beszerzett első generációs Intercity kocsikat, akár a Robótól, akár a Heristől, nyugodtan azon kocsik mellé besorozhatja ezt a járművet is. Egy első osztály és két különböző pályaszámú másodosztályú kocsi érkezett a Picótól, így szépen ki lehet egészíteni akár a robószettünket, akár pedig a két másodosztályú Heris kocsit egy komplett szerelvényé. Alapvetően ugye a Lilafüred Intercitybe egy első osztály, egy étkező kocsi és három másodosztály volt, azonban akár egy vagy két kocsival, esetleg hétvégi erősítésként ki lehet egészíteni, egy hosszabb szerelvényt fogunk így kapni, vagy akár két első osztályú kocsival és négy másodosztályú kocsival, valamint egy étkezővel előállíthatunk egy nyírség Intercityt is. A kocsi jelenleg 25 000 forint körüli áron kapható, és szerencsére nem csak szedben lehet őket megvásárolni. Én ezt az egy másodosztályi kocsit vettem meg a korábbi Robo Intercity szerelvény kiegészítéseként, így már 6 kocsisra bővült ez a vonaton. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!